Szép, haragos Tisza. Ki hitte volna felőle, hogy íra koncátlan. A jó szegedi nép azt tartja róla, hogy aki egyszer ivott a vizéből, visszatér az hozzá a világ végéről. Mélafüzeseit a költők éneklik, egyes részleteit festők örökítik, homokos fövényét a népregék tündéreinek picike lábai tapossák. S most, mint bosszú álló elem, koldussá tette a jó magyar népet, mely őt úgy szereti. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzseláng mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva félszendergésemből félrevert harangzúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz, hangzék! S tengert láttam, amint kitekinték, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve tört át a gátot, el akarta nyelni a világot. Thank you.
1879. március 12-ének viharos éjszakáján a Tisza addigi legmagasabb árhullámától ostromolt Szeged alul maradt a dühöngő elemekkel, a vízzel és az azt felkorbácsoló széllel folytatott küzdelmében. Hajnali 1:30-kor a Rókusi állomás utolsó váltójától 150 méternyire, mintegy 100 méter szélességben átszakadt az Alföld fiumei vasutat védő töltés. Az árvíz akadálytalanul ömlött a városra. Több mint 150-en vesztek hullámsírba. Szeged csaknem 6000 házából 265 maradt fönn a fél esztendeig tartó vízborítás után. A nagy víz nem ok és előzmény nélkül tört a városra. Szeged határának régtől fogva esküdt ellensége volt minden virágfakasztó tavaszon az árvíz. A váltakozó kimenetelő küzdelemben a város egyre többet vett el a víztől, majd 1879 tavaszán mindent elveszített, de csak azért, hogy pusztulásából erőt merítve végleg legyőzze a vizet. Az 1879-ben Szegeden hírlapíróként dolgozó, akkor még csak 32 éves Mikszáth Kálmán az árvíz legismertebb krónikása. Mikszáth a katasztrófa után kiadott riportfüzetében az előzményeket is keresi, és 1846-ig a Tisza szabályozás kezdetéig megy vissza az időben. A Tisza szabályozás eddig elfogadott rendszere előbb-utóbb Szegedet öli meg. E szomorú jóslat lebegett Szeged fölött már 33 esztendeje. 30 év alatt hatalmas töltések készültek a Tisza mellett, melynek 240 mérföldnyi csavargó medre az átmetszések által egyharmad résszel megrövidült. A felső és közép-Tisza szabályozva lévén az ár ellenállhatatlanul mehet Szeged felé, miután az alsó Tiszával még 4 kanyarulatokkal kell küzdenie. Minél magasabbak lettek a töltések, annál magasabb lett a Tisza ára. Szegedi nagy árvíz 1879. március 12-ére Gergely napra viradóra öntötte el a várost, de nem egészen váratlanul esett a nyakába ez a nagy tragédia, hiszen ismerős volt a város a Tiszával, ő neki volt a szüleménye. Egy kicsit a Tiszát a város az édes anyjának tekintette, mivel az látta el a legelső embert, aki a partjára települt halával, vízi útjával, tűzrevalóval, védelemmel, mindenféle jóval, ami az akkori élethez szükséges volt. Móra Ferencet tudom idézni. Azt mondja Móra, hogy a Tisza, ez a valóban kis folyó, azokban a napokban tengert játszott. Ennél szebben ezt a szörnyűséget nem lehet leírni, kifejezni. Ha akkor készültek volna videófelvételek, azt láthattuk volna, hogy itt egy tenger van Szegeden és Szeged körül. Szeged városa, nyugodtan kijelenthetjük, hogy 1879. március 12-én hajnalban megszűnt létezni. Tehát az a Szeged, amit most ismerünk, az egy új Szeged, az egy új város. Döbbenetes jelenség az, amikor konkrétan, napra, órára pontosan be tudjuk azonosítani azt, hogy valami megszűnik létezni. Meghalt közel 200 ember, amikor egy 75 ezeres városban közel 200 áldozata van egy ilyen tragédiának, akkor azért az nagyon, nagyon komoly történet. A város 70 ezer lakossal az 1870-es években Magyarország második legnépesebb települése, de ahogy Mikszáth írja, emeletes házak tekintetében 71. az országban. Az 1859 óta megjelenő szegedi híradó évek óta számot ad a városnak a kormánnyal, a Percsora Szegedi Tisza Szabályozó Társulattal és a két vasúttársasággal a védekezés ügyében folytatott küzdelméről.
Az újság március 2. számában megjelenik egy vélemény, egy néhány nap múlva beteljesedő jóslat. A vész itt dörömböl a kapukon, és védelemre szólít bennünket. Nem is féltjük mi városunkat az árvíz front támadásától, bármi nagy hatalommal is ostromol bennünket. Annál több okunk van tartani a hátulról való támadástól, Percsora felől. A védelem Achilles sarka most is itt van, mint volt 3 év előtt, midőn ez annyi rettegést okozott. Komoly vesződelemben 2 dolog előidézheti a katasztrófát, a közönösség vagy a gyáva kétségbeesés. Az utóbbitól nem tartunk. Szeged közönsége sokkal edzettebb már a vízveszéllyel szemben, hogy sem megijedhetne, de igenis félünk amattól, félünk attól, hogy kicsinyli a bajt. A város kasszájában ekkor mindössze 6360 forint lapul. A magisztrátus kénytelen elővenni az új gimnázium építésére szánt 46000 forintot. A halászok, majd a torna és csónakázó egyletek tagjai a város különböző pontjain csónakokat és pontonokat helyeznek el. Március 4-én az árvízvédekezéshez kirendelt katonai erők élén Temesvárról Szegedre érkezik Pulcz Lajos altábornagy. Ugyanezen a napon a fenyegetővé váló áradás hatására, nem törődve a hiányzó miniszteri engedéllyel, Boros Frigyes javaslatára megkezdik az alföldi vasút töltésének magasítását. 4 kilométer hosszúságban, 1 méter szélességben és 3 láb magasságban olyan nyúlgát építésébe fognak, amely egyelőre nem akadályozza a vasúti közlekedést. A szegedi vízmércén március 5-én reggel 7 órakor a hivatalos leolvasás szerint 806 cm a vízállás. Olyan magasságú, amit még soha nem ért el a Tisza a városban. Március 5-én délben az új Szegedre közlekedő tiszai hajóhíd kivált az előrelátó Pillich-Kálmán korábbi sürgetésére, nagy nehezen beköttetett, és ezzel erős lélegzetet vett mindenki, mert most már veszély esetére volt egy út, amerre menekülni lehet a népnek. Hiába fordul ezen a napon Szeged a képviselőházhoz segélykérő felirattal, amelyben katonai erőket és a város körüli másodrendű töltések megerősítését kéri. Az ügy tárgyalásával a sürgősség kimondása mellett addig várnak, amíg Szeged hullámsírba nem veszik. A vész kezdete március 5-e este 7 óra. A mai Dóc határában a Petresi dűlőnél szakad át a töltés. Váradi Ignác társulati mérnök esti szemle útján itt még mindent rendben talál. Alig távolodik el 2 kilométerre, amikor meghallja az őrálló katona vészlövését. Visszafordulva azt tapasztalja, hogy a töltés mintegy 20 szörnyi hosszúságban eltűnt, és a Tisza iszonyú erővel és robajjal ömlik a percsorai rétre. A petresi szakadás a folyóvonalában 30, légvonalban 20 kilométerre volt Szegedtől. A délfelé haladó víztömeg 6-án reggelre már feltölti a sövényházi töltéssel lezárt medencét, majd átbukik a keresztgáton. Egy nap múlva átszakad a következő medencét lezáró Macskási töltés, és agyok közelében az alföldi vasút töltése. A víz eddig csak lakatlan területeket öntött el. Az útjába eső első település pusztulásáról Hegedűs Imre káplán ír a História Dómuszban. Minden emberi erőlködést kijátszó, minden védelmi kísérletet megsemmisítő megáradt Tisza hullámai, áttörve a védőgátakat először is Algyőt rohanták és semmisítették meg. A falu és vele 2914 ember sorsa válik bizonytalanná 3 teljes évre. Március 7-én Tasler főkapitány kiáltványt jelentett meg a két helyi lapban, és kiragasztatja azt a falakra is. A hirdetmény nem csak a tényeket ismerteti, hanem mintegy valószínűsítve a katasztrófát, a menekülés módjait is taglalja. A lakosság értesítetik, hogy ha az innét kijelölt végső védvonalaink szerencsétlenségbe dőlnének, s a város belterületére a víz behatolna, minthogy Tápé, Dorozsma és Horgos felől veszélyes vízfolyásokkal vagyunk környezve, egyedüli menekvési hely és pont Újszeged és Torontál megye felé lehet. Ezen menekvési helyhez a legbiztosabban az államvasúti indóháztól a Vashídon át, továbbá a Fahídon át juthatni el,
mely utóbbin a katonaság a rend föntartását biztosítja. Az esetre, ha a víz a belterületet elöntené, mindenki a kövezett utcákon igyekezzék a menekvési pontokhoz eljutni. Ezen az ijegység bélyegét magánhordós, gyarlón fogalmazott kiáltványnak beható következései lettek. Már maga a Szegedi Napló mindjárt megjelenésekor szükségesnek látta kommentárral ellátni, kijelentve, az nem jelenthet annyit, hogy már most meneküljünk. Nagy hiba volt, hogy a Vízvédelmi Bizottság fejének nincs egyetlen biztató szava a néphez, hanem egyszerűen a menekülésre utalja. Rögtön kezdődött a hurcolkodás, a fejvesztettség, a családapák hazafutottak övéikhez, a kereskedők bezárták boltjaikat, csüggedés szállta meg a kedélyeket, és a menekülhetési eszközök beszerzése képezte minden fő természetes gondolatát. Mások ismét, kik biztonságban vélték magukat érezni házaikban, élelmi cikkek beszerzésében fáradoztak. Mint statisztikai adat legyen fölemlítve, hogy e napon 5 mázsa szalámi fogyott el Szegeden. És innen van az, hogy aznap éjfél táján csupán 37 szegedi ember dolgozott Szeged utolsó védbástyáján, az Alföldi vasút töltésén, mikor a kerekedő szélben haragosan csapkodták a habok a gátat. Tápéra este 11 órakor tör az ár, és egy másfél öl magasságban lepi el a települést. Körülbelül 800 ember Tutajokon Újszegedre, Szőregre, Deszkre és Újszentivára menekül. Másoknak a tiszai védőgát lesz otthonuk hosszú hónapokig. 8-án a Budapestre menő hajnali futárvonat Fehértónál részben már a víz alatt álló síneken halad végig. Ez az utolsó vonat közlekedés a főváros és Szeged között. Megpecsételődik Dorozsma sorsa is. A víz az ugróhídnál tör be, és 300 házat dönt romba. A dorozsmaiak elfognak egy szegedi deregjét az eset helyszínén. A 11 embert azzal gyanúsítják, hogy ők engedték a vizet a településre. A népharagtól csak a szolgabíró erélyes fellépése menti meg őket. Az ár Szent Mihály telekig ér, és teljesen körülfogja Szegedet. Talán csökkenthette volna a városnak feszülő hatalmas víztömeg erejét, ha a Szegedtől délre lévő Matyéri hidat a temesvári hadtest kivezényelt alakulatai felrobbantják, és a töltést megnyitják, hogy a petresi szakadás felől táplálkozó víz utat találjon vissza a Tiszába. Szeged későbbi polgármestere Lázár György, az árvíz idején még fiatal jogász, a tornaegylet elnöke, mint a mentésben résztvevők egyike, plasztikus képet fest a küzdelem végóráiról. A vasúti töltésen még erőt, anyagot nem kímélve folyt a küzdelem a föllázadt elemekkel, amelyek játszottak a gyönge nyúlgátakkal. Az iszonyatos parton a fölhasznált tömérdek védőanyagot valósággal elnyelték az elemek. Karók, zsákok, csak percekig maradhattak helyükön. Aztán a víz, mint a tenger benyelte őket. Este 10 óra körül a hullámok a 4 méteres cölöpöket is pehelyként dobálták a gátak mentén. És 11 órára orkánnál változott a vihar, amely a legbátrabb szíveket is megremegtette. A septében fölemelt nyúlgátak olyan lazák voltak, mint a keshet posztó, amit foltozni nem lehet. S az emberek nagy buzgalmukban iszonyatos zajjal és kiáltozással próbáltak meg még mindent a töltések vonalain. A vihar végig elköbdöste a világító eszközök lángját, s teljes sötétségben történt meg a végleges tragédia. A rókusi állomás utolsó váltójától 150 méternyire elszakadt a töltés. Nem volt mentség tovább. A 100 méteres szakadás egy órán belül kilométernyire tágult, s mélyült. Mikszát a szomszédos Zsótérházba megy, ahol már 2000 menekülő zsúfolódik össze. Az író egy első emeleti ablakból nézi végig a víz betörését. Az éjbe betekintve a magasból, az ember nem ismerte fel a piszkos szörnyet. Azt lehetett volna hinni, hogy az az út. De amikor aztán elkezdtek az úton hordók hemperegni, lábak nélküli lovak és borjuk csúszni,
Az ember hüledezve kiáltott föl. Az ott a víz! A tenger, amely néhány pillanat alatt megsokszorozta magát dagadásában, mely lopva jött, mint az orgyilkos, és sebesebben, mint az aggodalom. És egyszerre jött minden ponton. Nem lehetett előle kitérni se. Petresi töltésnél szilajon áttörve a gátat, ránk ehelyen szabadultak az ár hullámparipái. Égi harag múltán kisütött az égi szivárvány, szőke Tiszánk örökös békét köte nagy Szegedünkkel. Szegednek akkor körülbelül 6000 épülete volt, 265 épület maradt meg. 60 000 ember hajléktalanná vált. Ez akkor világhír volt. Az egész világ úgy érezte, hogy Szegednek segítenie kell. Itt vannak is legendás történetek, Jókai Mó, Csontvári jönnek, és önkéntesként, civilként segítenek. Az egész világot érdekelte az, hogy milyen az, amikor egy város elpusztul. Néhány nappal később, a tragédia után 5 nappal, ez a korabeli közlekedési viszonyokat ismerve nagyon-nagyon rövid időt jelent. 5 nap múlva itt volt Ferenc József. Ferenc Józsefnek sose bocsátjuk meg, hogy mit tett az aradi hőseinkkel, meg egyáltalán, hogy milyen megtorlás volt 1849-ben, viszont a szegedi katasztrófa kapcsán csak dicsérnünk lehet. Megtekintette a romokat, meglátogatta a nélkülözőket, a hajléktalanná vált szegedieket, és megígérte azt, hogy Szegedet újjáépítik. Ugye azt mondta, hogy Szeged szebb lesz, mint valaha. Valóban néhány évvel később, lényegében egy fél évtized múlva Szeged újjáépül. Márciusban volt az árvíz, de az élet az lényegében csak valamikor június-július környékén kezdett el visszatérni Szegedre. Amikor a víz visszavonult, akkor jöttek a fertőzések, annak is voltak áldozatai. Ennek a katasztrófának voltak pozitív következményei, egy modern város alakult ki. Szeged 1879 előtt egy igazi parasztpolgári település volt, 1879-et követően pedig egy modern polgári várossá fejlődött, a palotás Szeged, a tornyos Szeged akkor jött létre. Nem véletlen, hogy 1879-ben egy pillanatra az akkori szegedi városvezetés, szerencsére csak egy pillanatra, de átgondolták, hogy menjünk vagy maradjunk. Európai összefogás volt. Ide telepítettek nagyon-nagyon-nagyon sok embert szerte az országból, szerte Európából. Azt gondolom, hogy a szegedi polgárok azok soha nem felejtetik el ezt a dátumot, 1879. március 12-ét. Amikor Szeged jövőjéről gondolkodunk, akkor ezt a napot soha nem szabad elfelejteni. A Tiszát szeretjük, egy igazi ékszer ezen a testen, Szeged testén, de figyelmeztető is, hogy a Tisza tud pusztító lenni. Tehát amikor Szeged jövőjéről gondolkodunk, akkor mindig gondolkodunk el a védekezésben is. Azt gondolom, hogy most olyan, amennyire én látom történészként, olyan erőteljes védművek vannak, amelyek meg tudnak bennünket védeni, de amikor arról beszélünk, hogy milyen lesz Szeged 10, 20, 30, 40, 50 vagy 100 év múlva, akkor ezt a fajta védekezési szempontot sosem szabad elfelejteni. A Tisza ajándék, de közben egy veszélyforrás is. Virágom, virágom, minden madár, de...
Hát én immár kit választok, virágom, virágom, de engemet én szigedet, virágom, virágom. Tavaszi szél vízet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit választok, virágom, virágom, de engemet én tégedet, virágom, virágom. Tavaszi szél vízet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom.